Köszöntelek benneteket én is. Én vagyok a hallgat Krisztián, ő pedig az én fantasztikus feleségem, Éva. És ki fogom venni a jegyzeteimet, tehát nem a Facebook csetjeimet fogom megnézni most, hanem csináltam egy kis jegyzetet azért, hogy kordában tartsam a szavakat, mert az néha nehéz. És egy-két dolgot magunkról azért, hogy kik vagyunk, vagy honnan jöttünk. Mi igazából 25 éve ismerkedtünk meg Évával, és 24 évet értünk meg. Volt egy kis eltérés, sem én, sem ő nem úgy nemelkedtünk, hogy keresztény környezetben lettünk volna. Így, amikor 24 éve történt egy autóbaleset velem, akkor Isten azon keresztül megszólított, pontosabban hát az utána levő szenvedésben. Nem nagyon mennék mélyre az autóbaleset kapcsán, mert az simán elvinne egy-két estét, hogy elmeséljük, mi történt. Egy 8-7-es kórház történet állt a végén a folyamatnak, és ez idő alatt tértünk meg. Igazából 23 éve vagyunk házasok, és három gyermekünk van, egy egyetemista korú és két már gimnazista korú gyerkőcünk van. Fantasztikus dolog egyébként szülőnek lenni. Én megmondom őszintén, hogy a megtérési igém az a tékozló fiú volt, és a tékozló fiúban is az fogott meg a legjobban, hogy az atya ott állt és várt. És mivel én így ismertem meg Istent, mint atyát, mint aki szeret és magához ölel, ezért nekem nagyon a szívemre került ez, hogy olyan apa lehessek, majd hogyha felnövök, akinek, amikor a gyerekei meghallják, hogy apa vagy atya, akkor nem megriadnak tőle, hanem vágynak oda hozzá, hogy Istent egy ilyen képben mutassam be. És hát igazából nagyon sok mindent csináltunk az elmúlt 24 évben. Én egy kicsit ugranék időben, és majd Éva is beszél az ő részéről, az ő dolgáról. Igazából egy évvel ezelőtt tíg olyan kis jól éltük az életünket és szolgáltunk, amikor is egy éve eljutottunk arra a pontra, hogy el kellett jönnünk abból a gyülekezetből, amit az otthonunknak tartottunk. És igazából tényleg az otthonunknak tartottuk, majd minden vasárnap bent voltunk, és ha tehettük, akkor tettük a dolgunkat ott, ahol éppen kellett. És ez egy nagyon kemény trauma volt, és úgy gondoltam, hogy jó, hát ez egy rossz történés az életünkben. Megpróbáltam feldolgozni, itt kértem Tamástól segítséget, amikor már úgy voltam vele, hogy sírás nélkül el tudom mondani, hogy mi történt velünk egy másfél hónap után, amikor már úgy elkezdtünk aludni is. Akkor így felvettem a kapcsolatot Tamással, és próbáltam ezt így helyre rakni egy beszélgetésben, meg hát azért többekben is. És igazából elindultunk egy gyógyulási úton, de mint mondtam, vagy lehet, hogy még nem mondtam, de az elmúlt egy évünk az nagyon durva volt. Tehát, hogy nagyon sok minden volt benne, mert igazából azzal, hogy elvesztettük a gyülekezetünket, ez csak az első lépése volt a folyamatnak. Utána jött egy-két egészségügyi trauma is. Anyukámat nagyjából 2,5 évvel ezelőtt kezdtük el ápolni, pontosabban hát, hogy hol kellett ápolni, hol nem kellett, ő rákos volt. És igazából Pünkösdre odáig jutottunk, hogy akkor már teljes ápolás igényelt, és ketten a bátyámmal próbáltuk őt ápolásban tartani, és igazából Pünkösd vasárnap éjszaka elhunyt. És hát ez egy ilyen nehéz dolog volt, mert közben azt éltük meg, hogy már úgy februárban Tamásnak volt egy tisztátalan című tanítása, ami engem nagyon berúgott. Már nem úgy alkoholizmus szintjén, hanem úgy belendítette a hitemet, és olyan furcsa dolgokat kezdtem el érezni, meg tapasztalni, hogy úgy megújultam hirtelen. Mondok egy példát, aki miatt a traumaért minket októberben, ahhoz én elmentem, bocsánatot kértem tőle azokért a dolgokért, amit én mondtam, vagy tettem, és rendeztük vele a kapcsolatot. Tehát, hogy ilyen változásokat kezdett el mozgatni
Isten az életünkben, és közben pedig jöttek a traumák, és igazából itt sem volt vége, de nem fogok rámenni. Ervinnek egyszer írtam, talán június közepén levélbe egy éjszaka, amikor nem tudtam aludni, akkor ilyenkor általában levelet szoktam írni, vagy olvasni, vagy ilyesmi. És leírtam neki, hogy hát remélem, hogy most már elértük az alját a lejtmenetnek. Hiba volt leírni, mert két nap múlva jöttem hazafele munkából, és az addig 18 éve jól szolgáló autónkon átugrott a hajtáslánc, ami azt jelentette, ugye, hogy az autó az gyakorlatilag a kukába került. És ott már eljutottam oda, hogy mondtam is Istennek, hogy ha te adtad, te vetted el, legyen a tied. Ezzel én már nem tudok mit kezdeni. Ott mosolyogtam a buszon is, hogy kifizettem a jegyet, és akkor így mondja az ember, hogy nincs magánál kisebb pénz. És mondtam neki, hogy hát igazából úgy készültem, hogy kocsival megyek haza, de az ott áll a híd alatt, úgyhogy most itt ülök a buszon, úgyhogy legyen szíves megoldani ezt a jegykérdést. Úgyhogy igazából nem volt egyszerű időszak. Viszont amit átéltünk, az, hogy ahogy bejöttünk ide, és megéreztük azt a jelenlétet, ami van a gyülekezetben, az mindenből kiemelt. Tehát nagyon sokszor, amikor úgy élni nem volt kedv, akkor eljöttünk vasárnap, és az kihúzott ebből. És igazából amiért, hogyha arra kell válaszolni, hogy miért jöttünk a gyülekezetbe, akkor van itt én írtam egy kisebb listán. Igazából a gyülekezetet magát 2002 óta ismerjük, mert én Tamást akkor ismertem meg, nagyon nagy szükségem volt segítségre, mert egy ifjúsági csoportban szolgáltunk, és azt vettem észre, hogy a tanítást ragasztanám a tanításhoz, de nincs mihez mit ragasztani. És így kapottunk a Biblia után, hogy mivel szolgálhatnánk, és így valaki ajánlott a Tamást, és akkor leültünk vele beszélgetni. És én ott tapasztaltam meg először, hogy mit jelent az autonóm. Mert amikor elkezdtük ezt a beszélgetést, akkor Tamás azt mondta, hogy Krisztián, nagyon sok mindenben biztos fogok tudni tanácsot adni, de abban a felekezetben, amiben te vagy, én nem abban járok. Tehát, hogy ezt úgy vedd, hogy lehet, hogy lesznek olyan dolgok, amiben nem fogunk tudni egyet érteni, és én másfajta tanácsot fogok adni, akkor ezt így kezeld le. Tehát ő meghagyott abban, aki voltam, hogy eldöntsem azt, hogy mit is szeretnék valójában. És Ervin ezt csak visszaigazolta az áprilisi Új vagyok partin, ami az első volt, akkor itt valaki megkérdezte tőle, hogy miért autonóm ez a gyülekezet, akkor azt mondta, hogy hát igyekszünk titeket felnőttként kezelni. És nekem ez fantasztikus, amikor ránk bízzák azt, hogy mi az, amit feldolgozunk, mi az, amit nem. És ez vonzó a gyülekezetben, hogy nagykorúnak tekint. A másik dolog, ami nekem nagy kérdés volt, tavaly októberben, amikor megkaptuk ezt az első taslit, akkor azon gondolkodtam, hogy vajon hol fogok kegyelemről hallani Magyarországon, és hol fogok tudni ebben fejlődni, hova tudok majd olyan tanítást hallgatni. És amikor eljöttünk, akkor nekem nagy meglepetés volt, és öröm, hogy ezt tapasztalhattam. És akkor a harmadik, és mondjam úgy, hogy az utolsó, mert a jegyzetemet itt elvágtam direkt, az pedig az, hogy nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem szükségem van arra az agylegombolós dicsire, ami van, hogy teljesen megszűnni benne. Általában a legnagyobbik lányom, ő hangászként szolgál, meg dolgozik, és ő így megmutatta, hogy a teremben hol lehet a legjobban hallani a mindent, úgyhogy mi igazából igyekszünk oda leülni minden vasárnap, hogy tényleg üssön. Tehát ha üt, akkor üssön. És hogy jöjjön Isten, és munkálkodjon bennünk. Most elárultad a titkunkat, hogy hova ülünk, mindenki oda fog akarni ülni, úgyhogy így most már lehet, hogy küzdenünk kell azért a helyért.
nagyon sokat gondolkodtunk, hogy miről meséljünk, hogyan mutatkozzunk be, hiszen az elmúlt 24 évet elég nehéz pár percben összefoglalni. Úgyhogy arra azt találtuk ki, hogy néhány szolgálati területet bemutatnánk, mert szerintem az, hogy mit szolgáltunk, mi a mi szívünk, amit Istentől kapunk, az jól bemutatja a mi szívünk állapotát, azt, hogy mi hogyan szeretjük Istent, és nagyon szeretjük visszaadni azt, amit kaptunk Istentől. Úgyhogy amiben mi tudunk segíteni, vagy fel tudunk ajánlani, az három nagy terület. Az egyik a mi szívügyünk, a házasság témája. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk a házasságot, és a házasságon belüli egységet, és hisszük azt, hogy a kevésbé jó házasságot lehet még jobbá tenni, a nagyon jó házasságot meg még jobbá tenni. És házas alkalmas sorozatokat szoktunk tartani. Ez több egymás követő hétből áll. Csináltunk házas esteket különböző témában. Nagyon szeretjük a jegyes felkészítő alkalmakat, hiszen az a házasságnak az előtere, az előkapuja. És volt egy olyan nyarunk cserébe, hogy egy hétvégén nem voltunk csak esküvőn. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretjük ezeket a szolgálatokat, és a harmadik nagy szívügyünk pedig a gyermeknevelés. Van egy sokszor tartottunk gyerekneveléses sorozatokat, alkalmakat, úgyhogy ebben tudunk mi segíteni. Szerintem egy fél órát még tudnánk mesélni arról, hogy mi mindent csináltunk, könnyebb lenne felsorolni, hogy mit nem. Nagyon-nagyon szeretjük a szolgálatot, nagyon szeretjük visszaadni tényleg azt, amit Istentől kaptunk talentumként, bárhogyan, bármilyen formában. Igen. De végülis mit szeretnénk ezzel az egésszel mondani, azon kívül, hogy bemutatkozunk? Krisztián mesélte azt, hogy egy nagyon-nagyon nehéz évünk volt. Tényleg előtte lévő 10 évben körülbelül azt tapasztaltuk, hogy Isten annyira kegyelmes, hogy a tenyerén hordoz, semmi extra nem volt az életünkben. Az elmúlt 1 évben ez most bepótlódott, de nagyon-nagyon jó volt megtapasztalni Isten kegyelmét, és azt, hogy ő szeret, és a tenyerén hordoz továbbra is. És tudom azt, hogy itt is vannak közöttünk olyan emberek, akik megtörtek, lehet, hogy ma úgy keltél föl, hogy alig bírtál eljönni. Azt mondom, hogy a legjobb helyen vagy, a legjobb helyre jöttél, és Isten egyszerűen csak gyógyítani akar, és egyszerűen csak simogatni a lelkedet és a szívedet. És olyan jó volt megtapasztalni azt, amikor először jöttünk, hogy akik fogadtak bennünket, vagy akik körülöttünk voltak, azok észrevették azt, hogy most nem egy könnyű állapotban vagyunk, és egyszerűen csak hagytak minket. Viszont azt éreztük, hogy azt sugallják, hogy de jó, hogy itt vagytok. Olyan jó, hogy itt vagytok közöttünk. És tudom azt, hogy ők imádkoztak értünk, és éreztük azt, hogy hétről hétre Isten gyógyít bennünket, és az imádság által mi is gyógyulunk. Amikor jöttünk legelőször, azt tapasztaltuk, hogy tényleg úgy mindenki hagyott bennünket, hogy ebben Isten szeretetében tudjunk felépülni, és ez nagyon-nagyon jó volt megtapasztalni. És arra szeretnék bátorítani mindenkit, aki úgy jött ma, hogy egyszerűen csak megpihenne Isten jelenlétében, hogyha eljön az az idő, hogy készen állsz a gyógyulásra, készen állsz, akkor lépjél tovább. Egyszerűen csak emeld fel a kezedet, emeld fel a kezed Isten felé, vagy egyszerűen csak állj be egy szolgálatba. Annyi szolgálat van, nem csak az, ami itt a színpadon van, hanem nagyon-nagyon sok szolgálat van egy gyülekezetben, és csak bátorítanálok, hogy lépjél tovább Isten jelenlétével együtt a szolgálatokban, vagy csak látogass meg egy házi csoportot, mert Isten az embereken keresztül is tud gyógyítani. És nagyon sokszor halljuk azt, hogy egyszerűen az embernek néha abban a nehézségben, amiben van, vagy nehézségek között elég azt látni, hogy valaki túlélte. És hogyha nehézségben vagy, és úgy érzed magad, mint mondjuk a pörköltes tányér szélén, amikor így húzzák körbe a kenyeret, hogy veled az élet így törli föl a padlót, akkor tudd azt, hogy nem kell Amerika kapitánynak lenned és felugrani, hogy egész nap bírnám. Nem kell így lenni, mert Isten azért az atyánk, mert ő meg akar ölelni. Oda mehetsz hozzá. Én nagyon örülök neki, amikor a gyerkőcöm odajön és azt mondja, hogy itt fáj, ott fáj. Nem annak, hogy fáj neki, tehát ne értsetek félre, hanem annak, hogy elmondja,
hogy mi fáj. És én hiszem, hogy az Atya is így vár vissza minket, amikor megsérülünk, vagy ha közben vagyunk egy nehéz folyamatnak, akkor csak tekintsünk föl, mint a pusztában az érckígyóra, hogy emeld föl a fejed, és nézz föl Jézusra, mert nála lesz a megoldás, bele fogsz tudni kapaszkodni. És lehet, hogy évek óta nem tudsz felnézni, lehet, hogy csak most kezdődött az életedben, és egy nehéz szakaszban vagy, akkor hívlak, hogy gyere vissza, nézz föl Jézusra, vége lesz a történetnek. Egyszer leérsz az aljára, de nem csak az aljára érsz le, hanem kijössz belőle, mert Istennel győzni tudunk, és fölé tudunk állni azoknak a dolgoknak, ami bennünk van. És arra szeretnélek hívni, hogyha nem találkoztál még Jézussal, hogyha nem is tudod, ki az, akkor most hívlak, hogy gyere Jézushoz. Lehet, hogy azt látod, hogy mi szolgáltunk, és mégis föltörölték velünk a padlót, de az a helyzet, hogy mi már túl vagyunk rajta, és itt állunk, és Jézussal lettünk túl, és vele tudtunk túlélni, és most arra hívunk téged is, hogy gyere és fogd meg az ő kezét. Azért, mert nem csak azt fogod megtapasztalni, hogy túl segít egy dolgon, hanem hogy fölé emel azoknak a dolgoknak, amik nehézségek lehetnek az életedben. Jézus azért halt meg a kereszten, nagyjából 2000 évvel ezelőtt, hogy kifizesse azt az árat, amit mi fizetnénk meg azoknak a dolgoknak, amik körülöttünk vannak. Úgyhogy ha úgy vagy itt, hogy nem hallottál Jézusról, vagy nem döntöttél mellette, vagy úgy vagy itt, hogy már eleged van abból, hogy minden csak mintha ellened munkálkodna, akkor tedd fel most a kezed, hagyj imádkozzunk veled azért, hogy ez a dolog megváltozzon, hogy Jézus bejöhessen az életedbe, és hogy betöltsön teljesen, hogy megkapd a békességet, és tudd egy más aspektusból nézni az életedet, hogy megszabadulj belőle. Úgyhogy kérlek téged, hogy ha így vagy itt, akkor tedd fel a kezed, hogy imádkozzunk veled ezért. Köszönöm. Köszönöm. És most mondjuk el egy imádságot. Kérem, hogy mindenki mondja, azért, hogy aki feltette a kezét, az őszintén el tudja mondani hangosan, teljesen nyugodtan. Jó? És mondd utána ezt az imádságot. Drága Jézus, elfogadlak megváltómnak. Szükségem van rád. Legyél az életem ura. Ma és minden nap. Szólj hozzám szót. Változtass meg. Tölts be teljesen a Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Amen. És még annyit szeretnék elmondani, hogyha föltetted a kezed, akkor tudd, hogy lehet, hogy itt fogsz tapsot kapni azért, hogy föltetted a kezed. Lehet, de a mennyben sokkal nagyobb buli van. Azért, mert megtértél, mert hozzáléptél Jézushoz. Ez egy nagyon nagy dolog. És csak csatlakozz be, itt vannak oldalt, meg Ervinék is imádkoznak érted, hogyha oda mész hozzájuk. Nyugodtan. Köszönjük. Köszönjük, maradjatok egy percet, én is hagyj imádkozzak értetek. Atyám, nagyon hálás vagyok Krisztiánért, Éváért, a gyermekeikért, ezért a kedves családért, és köszönöm, Uram, hogy ők elmondták azt, hogy a nehézségek közepette is mennyire velük voltál, és megtartottad őket is. Nagyon köszönöm, Uram, hogy ők most itt vannak, és szaporítják, és gazdagítják ezt a gyülekezetet. Uram, áld meg az ő életüket, az ő szolgálatukat, mindazt, amit elkezdtél bennük, hogy azt véghez tudják vinni. Legyetek áldottak, és nagyon hálásan köszönöm az ő életüket, Atyám. Nagyon hálásan köszönjük, hogy megtartottad, és megtartod a jövőben is. A ti életetek, és a ti szolgálatotok, és a ti családotok is legyen áldott az Úr Jézus nevében. Amen.